A 20. Szent László hét keretein belül megemlékező műsort rendeztek a rendezvény sorozat névadójáról, Első László Árpádházi királyról, a Mogyoródi Juhász Jácint művelődési házban. A nagyközség díszpolgára Máté György, aki jelenleg a szolnoki belvárosi római katolikus plébánia esperes plébánosa, egykor Mogyoródon volt lelkipásztor, a településen újráéledő Szent László hagyományokról értekezett. Itt vagyok 1987. júliusában, és akkor kántor atyától kérdezem, hogy kántor atyát, most ugye tényleg Szent László, hogy akkor ezt hogy csináljátok? Gyurkám, Gyurkám, csinálj már valamit! Hát elmúlt itt, azt mondja, néhány nap ezelőtt a Szent László napja, az semmi nem volt. De semmi. Elénekeltük a Szent László énekeket, és akkor engem ez úgy nagyon megragadott, kántor atyának ez a, nem is láttam annyira kifakadva, mint éppen akkor, az együttműködésünk során, és ez engem úgy nagyon szíven ütött. És hát igyekeztem tényleg, mondom, mit is lehetne csinálni, bencés hely. És akkor hát kitaláltuk azt, hogy Máribestőn volt egy olyan paptestvérünk, a Baranyai László atya, aki fantasztikus misteruhákat készített, és ő vele készítettünk el egy aranyszínű miseruha garnitúrát, amelyen rajta van egy gyönyörű művészi tűhímzés, és ugye Szent László kezében ez az alapító, a Mogyoródi, ha jól emlékszem, a 11. királyi alapítású bencés monostor, ha jól emlékszem. De ezt majd a Gál Péter úr elmondja. Tehát a kezében a egykori kolostor templom, és hát ezt elkészült. És a Horváth Ciprián bencés atyát hívtam meg, és ez volt 88-ban. Igen. És aztán hát ez már egy a rendszerváltásnak az előszelét értük, ugye kalász, cserkészet mozdult, és hát megismertem kántor atyának a Szent László énekeit is, és bizony 88 nyarától már mi titokban szerveztük a plébánén a kalászt is, meg a cserkész csapatot is. És a cserkész csapat fölvette az 1074-es számot, ugye, hogy hát adjunk hangot ennek a Szent László tiszteletnek ilyen módon is. És akkor a következő évben pedig, hát már 89-ben, és itt megköszönöm Miklósnak, Holló Miklósnak, amikor kérdeztem azt, hogy valami engedélyt, vagy ugye a külvármot, hogy a mise, szabadtéri mise. Nem kell, azt mondja, atya, nem kell, nyugodtan csináljátok meg. És akkor számomra az döbbenetes volt, mert el volt egy kicsit hanyagolva ott az a tér, és akkor az a környező lakosság, ahogy ott élők, olyan fantasztikusan összefogtak, hogy sövényt vágtak, szemetet elvitték. Volt olyan pad, amin már nem is volt pad, mert a pad eltűnt valahogy, és akkor valaki elkészítette, tehát egy olyan euforikus összefogás volt itt a magyarok részéről, hogy az bámulatos volt. Az atya fontosnak tartja, hogy a mogyoródi lakosok ne hagyják elveszni gazdag kulturális örökségeiket. A fiatalokat rávezetni arra, hogy van értelme annak, hogy a népi kultúránkat, egyházi kultúránkat, azt a történelmi hátteret, amivel rendelkezik ez a település, mert ti nem a világ másik sarkában lévő értékekért vagytok felelősek, azokért az értékekért az ott élők a felelősek. Ti ezekért az értékekért vagytok felelősek, ami itt van, amit az őseitek, az itt élő emberek az elmúlt évszázadokban, 940 év óta itt letettek ebbe a faluba. Eszméletlenül nagy értékek vannak. És ezt kell tovább vinni, például ezzel a mai rendezvényel is, vagy ami elmúlt 20 évben történt, vagy amiben ugye küzdködtök, hogy legyen szép, értelmes, kulturális érték. Ezért nagyon-nagyon-nagyon felelősek vagyunk. Senki sem fogja megcsinálni a dolgainkat, és értékeinket nem fogja megmenteni helyettünk. Ez nekünk kell. Babic László, a nagyközség első embere, emlékplakettel köszöntötte a Szent László hét hajdani megalkotóit, Máté György atyát és Herman Katalint, a Juhász Jácint művelődési ház igazgatóját.
Őket követte Gál Péter Szent László kutató előadása, aki Árpádházi királyunkról mesélt érdekes történeteket, illetve azt fejtette ki, miért is él a magyar nép szívében Szent László király. Miért él Szent László király a nép szívében ilyen elementáris módon, és talán még azt lehet mondani, ez most is, mára is érvényes. Talán induljunk el onnét, hogy Prohászka Ottokár az 1920-as évek elején írja, hogy miért szeretik annyira a magyarok Szent Lászlót. Ezzel kapcsolatban a következőt írja. Nem pontosan idézem, de a lényegét, hogy Szent László király előtt a nép szívében, mondjuk így mitikus értelemben magyar világ egén, ott voltak a régi hősök, a magyar szív, a bátor szív hősei, de ezek még úgymond pogány hősök voltak, Attila, Botond, Jutas, Bulcsú és mások, és aztán Szent László király volt az első a nép életében, amelynek személyében a nép fölismerte önmagát, azt a vitézi, ősi mentalitást, ami jellemezte a mi elejénket, akár magyarnak, akár avarnak, akár hunnak, akár másnak mondjuk. Végre a keresztény élet egén is feltűnt egy, megkeresztelődött a magyar lovagi eszmény. És ez nagyon sokat jelentett a népnek, hiszen addig, ahogy mondjuk Szent László vagy Szent István király legendájában benne van, a fegyelem igájába hajtotta a nemzetet, azáltal, hogy egy keresztény álladalom jött létre, külsődleges volt még ez a keresztényi élet sok tekintetben, és a szíveket keresztényi, bensővé a kereszténység, talán így lehet mondani, Szent László király által lett. Nagyon fontos ez a megállapítás, hiszen onnétól kezdve, Szent László királytól kezdve, például mondok egy egyszerű kis dolgot, ugye tiltották korábban, hogy kövekhez, forrásokhoz, fákhoz menjenek a régi módon istentiszteletet végrehajtani az emberek, és Szent László király valahogy ezt is megkereszteli a törvényében, mert nem azt mondja, hogy tilos, oda soha nem szabad menni, hanem a régi, hagyományos módon nem lehetne tiszteljék ott az Istent. Tehát mintegy ez is megkeresztelődik, és létrejön mondjuk így a búcsújárás, azt lehet mondani. Hiszen ott kápolna épül, ott szentmise mutattatik be, és most nagyon egyszerűen fogalmazva, korábban mondjuk a számunkra nagyon kedves, szimbolikus lény a fehér lónak a vérét, most már nem az, aki összeköti eget és földet, hanem a megváltó maga, Jézus Krisztus. És abban a kupában most már az ő vérének kell megjelenni. Lennie, és az ő testét kell magunkhoz venni, nem a korábbi áldozati lakomának az ételét. Tehát körülbelül Szent László király személyében ez valósul meg, összpontosul. Persze most itt nem feltétlenül a történeti személyre kell csak gondolni, de mindenképpen ő van a középpontjában annak a úgymond Szent Lászlóságnak, amely végigkíséri az életünket, és van a bekövetkezte óta. Ezért fontos nagyon sok-sok szent személye, hiszen valami ő általa itt jelenvalóvá válik az égiből, a szakrálisból, sajátos módon. És Szent László király ezt adja, megnyugszik valamiképpen általa a néplélek. Gál Péter a legelső Szent László hét ünnepén járt Mogyoródon, most 20 év elteltével ismét emlékezetes történetekkel örvendeztette meg a közönséget. Induljunk el onnan, hogy biztos, aki jár Csíksomlyon, és ment át Gyimesbe, az ott megy át a függéstetőn, és ott lát egy borzas nagy hegyet, az a pogány havas. A pogány havas jó sok fenyő borítja még, ami már nem mondható el minden gyimesi havasról. No hát a pogányság egészen odáig a hegytetőig megvolt, az egész világot uralták a pogányok, mondják ott a gyimesiek. És akkor Szent László király jött. És a pogányok elkezdték lőni, íjjal, nyillal, vesz, és Szent László király egészen mészorult egy szikla hasadékba. És ott, ahogy állt ott, imádkozott az Úr Istenhez, hogy segíje meg, és akkor az Úr Isten segített,
és feltűnt egy ló, Szent László királynak, ugye ez a táltos paripája, ugye milyen szép jelkép, fölpattan az égi küldöttnek a hátára, és most már nem csak a saját erejével kell űzni a pogányt, most már van égi segítsége is. És ahogy elkezdte űzni a pogányt, hát mit vesz észre, mindig megsikozott a lova lába. Mit jelent az, hogy megsikozott? Hát úgy csúszott meg. Hát miért? Hát az egész világot ugye uralja a pogány, Szent Lászlónak űznie kell, de hát így nem tudja teljesíteni, hiszen az egész világ egy széttöredezett minőség nélküli, teszem én most hozzá 21. századi értelmiségi nyelven, és akkor mondja Szent László, én Uram Teremtőm, a kő legyen kő, a föld legyen föld, a víz legyen víz. Így válott ki a kő, a föld s a víz. Most egy kicsit azért zömítem, hogy haladjunk. Tehát mi történt? A pogány, ugye, amelyik szétrombolt a világot, most már menekülőben van, és már kezd megjelenni a minőség. Most már a kő, kő, a föld, föld, a víz, víz. És Szent László most már egész jól tudja űzni a pogányokat. A pogányok ott a tatár névvel jelenítődnek meg, hiszen a széke, illetve csángó világot évszázadokon keresztül a tatárok tették próbára. Az ő pogányságuk az, amelyik mindig próbálta összetörni azt a világot. A polgármester autentikusan egy Szent László emlékplakettel köszönte meg a nagyszerű előadást.